A kis lélekszámú települések, falu és tanyagondnoki szolgálatai évek óta eredményesen és hatékonyan működnek a közösség érdekeinek figyelembevételével. A Magyar Falu Program keretében most 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település önkormányzata nyert pályázatot új kisbusz vásárlására 15 millió forint értékben, köztük Nyírpazony is. A kisbuszok segítséget jelentenek a közösségek mindennapi feladatainak megoldásában, például gyógyszerkiváltásban, orvosi kezelésekre utazásban és szociális alapon történő ételkiszállításban is. 6 évvel ezelőtt indítottuk el Nyírpazonyban a falu és tanyagondoki szolgáltatásunkat lakossági igényre, úgyhogy egy 6 éves buta tekintünk vissza tapasztalatok tekintetében, és azt mondom, hogy nagyon-nagyon pozitívan fogadta a lakosság azt, hogy egy ilyen szolgáltatással bővült az önkormányzati kör. Nyírpazony polgármestere örömmel beszélt arról, hogy jó időben érkezik a szociális igényeket is kielégítő jármű. Nagyon sokrétű célra tudtuk ezt igénybe venni. Elsősorban az idősebb embereknek a ellátásában, házi segítségnyújtásban, mindennapos teendők ellátásában, gyógyszerkiváltásban, élelmiszerbeszerzésében tudtuk felhasználni, illetve hogyha járóbeteg szakrendelésre kellett eljutniuk a nyíregyházi kórházba, akkor ezt meghatározott feltételeknél, meghatározott napokon, hétköznapokon igénybe tudták venni, és igénybe is veszik természetesen a mai napig. Én azt hiszem, ez a sajátos helyzet, ami most van koronavírus tekintetében, megerősítette azt, hogy még többen igénybe vették, hiszen kommunikáltuk is, hogy akkor nagyon szívesen segítünk még több embernek. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az év elején egy megyei egyeztető fórumon elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Magyar Falu Program legnagyobb nyertese, hiszen eddig elnyert 58 milliárd forint 10%-a a megyénkbe került. A kormánynak kiemelt célja a vidéki elvándorlás, a kis települések fokozatos elnéptelenedésének megállítása és megfordítása.